Nyáron kaptam egy példányt a cselki jó voltából Lambert Miklós egyszerűen Elektronika című könyvéből, amit most röviden szeretném bemutatni nektek. A könyv az elektronika témáját, az életünket egyre jobban meghatározó és megkönnyítő hétköznapi tárgyaink és berendezéseink szempontjából közelíti meg, és próbál választ adni arra a kérdése, hogy mi az elektronika, és hogy hogyan is működik az. Nem kis feladata vállalkozik a szerző, tehát a könyvében. Gondoljunk,

hogy eszközeink nagy részét ma már nem csak működteti az elektromos áram, mint például a vasaló, az izzó vagy a mosógép, hanem többnyire a félvezetős áramköröknek köszönhetően összetett vezérlési feladatokat is ellát, és itt elég az okos telefonra, az okos vasalóra, az okos mosógépre gondolnunk. Ezt a nagy műszaki fejlődéstörténetet megírni 176 oldalon nem lehet a megszokott módon. Nem lehet visszamenni a kájhához és a feszültség az áramelősség és az ellenállás magyarázatával bíbelődni, hanem egyből a félvezetőkkel, azok elméletével kell elindítani a történetmesélést. Ez a megkökentő lépés, amit a szerző a könyvében alkalmaz, talán a jövőben megjelenő szakkönyveknél már nem is lesz olyan szokatlan, de ma még igen bátor döntésnek gondolom. A szerző elsődleges célja ugyanis csak fel kell tenni az olvasó érdeklődését a téma iránt, és nem akar mind mindent alaposan elmagyarázni. Vagyis de a félvezetőkről szinte mindent is megtudunk villamosmérnöki alapossággal, de aki nem villamosmérnök, végzettségű, annak még két-három könyvön keresztül kell bizony rágnia magát, ha tényleg érteni szeretné azt, amit olvas. A könyben, a gombokról, a kapcsolókról éppen csak pár bekezdést kapunk, cserébe viszont taglalja a könyv már az elején az elektrotechnika, az elektronika közötti fő különbségeket. Az elektronikai alkatrészek és áramkörök után a kapcsolódó szakterületeket ismerteti a könyv. Bemutatja az elektronika alapvető két működési módját, az analóg és a digitális technikát. Röviden összefoglalja a híradástechnika, a szórakoztató elektronika és a mérés technika legfontosabb ismereteit, és röviden felvázolja a tervezés és a gyártástechnológia kérdéskörét is. Végül eljutunk egészen a nanorendszerekig, vagyis a jövő elektronikájához érkezünk meg. Ez sem most pár szó végül magáról a nyomtatott könyvről. A célkiadó szép munkát végzett, a könyv bohatáblás kötésű, mérete jól igazodik a terjedelemhez, és ezért könnyen lehet forgatni. A papír minősége kifogástalan, a tördelési munka szép, és a szakszöveget 81 darab színes fotó és ábra gazdagítja. Összességében egy kellemes küllemű könyvről van szó, ami biztosan minden elektronika iránt érdeklődőnek örömet fog okozni, ha megajándékozzák vele. Végül jöjjön az ítélet Vegyük, vagy ne vegyük ezt a könyvet? Nekem nem kérdés, hogy ez a könyv minden forintot megér. Pontosan 3200 forint plusz postaköltséget, hiszen manapság nagyon kevés új szakkönyv jelenik meg hazánkban. Ez a könyv egy tipikus szakkönyv, ami jó, ha ott van a könyvesporcon, amiről bármikor levehetjük, ha éppen szükségünk van rá. Mondom ezt azért, mert a könyv nem kifejezetten kezdőknek készült, és nem a csinál Magad mozgalom szellemében íródott. Ez ezért, akik elektronikai recepteket, áramköröket és azoknak működési magyarázatát remélik, csalódni fognak. Nekik a könyv eleje és vége ajánlható, míg a haladóknál pont fordítva gondolom ezt, a könyv gerincét adó, félvezető alkatészek működési elméletét bemutató rész lesz majd igazán értékes. Végül, ne felejtsétek el a régi igazságot. Olvasott embernek pálya nincs. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha támogatni szeretnétek a csatornát, akkor kérlek, iratkozzatok fel rá. Sziasztok!